Kösz, nagyon rosszul. Most szépen megtanuljuk kezelni az indulatainkat egy kis tánccal. Sas! Golyan! Valahogy felidegesítenek, és olyankor felromodok. Meglepetés! Sziasztok, Olá Gergőikkel megnéztük az Angry Birds moziváltozatát, és szerencsére nem lettünk mérgesek. Mesélj, hogy tetszett a film? Nekem nagyon tetszett, én nagyon szeretem a meséket egyébként, és kíváncsi voltam, hogy ugye az Angry Birds-et egy játék alapján ismertük meg, vagyis hát én úgy ismertem meg, és kíváncsi voltam, hogy a mese mit fog visszaadni, vagy milyen sztorit raknak a mese mögé. Ezek szerint játszottál is a játékkal? Játszottam bizony, gyerekek is játszottak, szerettem azt a játékot, egy ideig nagyon sokat játszottam vele. És a gyerekekkel, vagy így közösen a családdal mennyire szoktatok így moziba járni, és milyen jellegű filmeket szoktatok megnézni? Szoktunk moziba járni, hogyha van olyan mese vagy film, ami érdekel minket és leköt. Mindig így azért az előzeteseket megnézzük, az alapján tetszik-e, vagy utána olvasunk. Nem szeretek, hogy nagyon sokat csalódtunk egyébként, úgyhogy nem néztem meg előzetes, vagy nem olvastam utána a film után, és mondták sokan, hogy hú, de jó, és eljöttünk és megnéztük, aztán nekünk nem volt jó, vagy nekünk nem felelt meg. Úgyhogy most már mindig így megnézzük az előzetest, meg utána olvasunk, és az alapján eljövünk. Én nagyon szeretem a vígjátékokat, de inkább azokat a filmeket szeretem, ami izgalmas, igazán izgalmas, és kell figyelni, és leköti a figyelmemet, ezeket szeretem jobban. Az Angry Birds esetében megnéztétek az előzetest? Megnéztük az előzetest. Minden mesének megnézzük az előzetesét a gyerekekkel. Én nekik mindig megmutatom, és hogyha ők azt mondják, hogy nekik tetszik, akkor azt megnézzük. És mit szóltak, amikor mondtad nekik, hogy gyerekek, ma mit fogunk megnézni? Várták, mert pár napja néztük meg egyébként pont az előzetest, és kérdeztem, hogy meg akarják-e majd nézni, azt mondták, hogy igen, meg akarják nézni, ismerték ők is a játék alapján, szerintem ők is kíváncsiak voltak rá, hogy milyen lesz. Milyen az, amikor mérgesek vagytok? akkor még te meséld, hogy neked melyik karakter tetszett, és melyik jelenet az egész filmből? A főszereplő tetszett, a piros. Ugye ő volt az, akit az elején ugye mindenki elítélt, és azt mondták, hogy ő volt a nem jó fej az elején, aztán bebizonyította végére, hogy nincsen vele semmi baj, és ő az, aki meg tudja menteni a társaságot. De nagyon sok vicces figura volt benne, az ő kis csapata, a fekete, nem tudom őt hogy hívták, a robbanós, és a sárga az a gyors. Igen, nekem ez a három karakter nagyon tetszett, meg a kis cukik is tetszettek nagyon. Nem jöttem üres kézzel, úgy fogadt tőlünk szeretettel a Mozisztár és a Fit Club közös ajándékát. Nagyon szépen köszönjük. Tök szuper. Együttműködő partnerei. Fit Club Zugló, az egészséges életmód támogatója, a Cinema City. Készítette az Arcok Stúdió. Mozisztár. Mozisz velem.